Ez az egyik legjobb fegyvere szerintem a 420-as matchbot. Ez egy C-Star bot, egy Diaflex. Melyet mindig a helyszínen rakunk össze, mert nagyon kell rá vigyázni a szállítás közben. Ezzel a bottal a padúszhorgászat kiváló. 14-es, 16-os damit használunk hozzá vízmérséktől és a halak nagyságától függően, mert padúszhozás közben beeshet egy nagyobb márna, vagy esetleg egy még nagyobb dévér. Padúszhozáshoz a barátaimmal kétpontos úszót használunk. Vannak dunai horgászok, akik az egypontosra esküsznek. Sajnos mi nem tudunk avval horgászni, mert ezt tapasztaltuk ki. Ez 1 g-tól egészen 4-4,5 g-ig nőhet ennek a úszónak a teherbírása. Ez a vízmérséktől és a sodrás erősségétől függ. A kétpontos úszónak a lényege, hogy van egy fönt egy csúszógyűrű, és az úszónak a tűjét, ami itt található, két ponton rögzítjük a damit. Ezáltal jobban, tehát érzékenyebben mutatja meg a víz alatt történt dolgokat, tehát akadókat, esetleg a halnak a kapását, hogyha szerencsénk van. Az előbb említettem a két pontot, a test alatt és a legvégén a tűnek. Ez a visszatartásnál azért jó, mert az úszó, amikor függőlegesen áll a vízben, és én visszatartom, akkor az ólommal és a damillal tudom egyenesbe tartani az úszót, és mindent jelez, amire nekem szükségem van. Tehát az egyponton súlyozásnak folyóvízben az az előnye az osztott súlyozással szemben, hogy amikor visszatartom az úszót a folyóvíz, az osztott súlyozás, mivel több ponton van a zsinoron elhelyezve, megemelkedik a talajtól. Mert nekünk az a célunk, hogy a talajon legyen, ezért egy ponton súlyozzuk ki az úszónkat. Összenyomom fogóval, nyugodtan lehet, ugyanis ez az ólom szilikonbetétes, a zsinór nem tud megsérülni alatt, ezáltal a halat, hogyha erősebb nem tudjuk elveszíteni. A horog az 10-es, 12-es, attól függ, hogy ki melyiket szereti. Ő lehet hosszú és rövid szárú, most éppen egy hosszú szárút fogok majd felkötni, mert itt beeshet nagy dévér vagy nagy jász, amiben egy kicsit jobban tud tartani, és jobban át tudja ütni, mint a rövid szárú horog. Készen van a szerelésünk. A szerelés rövidített változatát mutatom most be. A egy ponton súlyozás után hagyunk egy 15-20 centis zászlót. Ennek az a szerepe, amikor visszatartunk, akkor a csali, az úszó és az ólom előtt lebegjen a víznek a sodrásába. Ezáltal a hal még nem érzi az ólom és a úszónak a súlyát, könnyedén felveszi, a kapása a padutnak villámszerű, valamikor elmeríti az úszót, de valamikor csak épp, hogy egy kicsit megbillenti a tetejét. Nagyon oda kell figyelni rá. Elcsalítunk csontkukas csokorra, és reméljük, hogy valamelyik a sokféle folyóvízi hal közül sikerül valamelyiket kifognunk. Mai nap már szép jászok, dévérek, gardák, bagolykeszegek, és természetesen elég sok padúc jött. A halak kapása között is vannak különbségek. Például a garda úgy rázza az úszót, mintha a sneci kapna. A dévér és a jász egyetlen mozdulattal elviszi. A padút villámszerűen húzza víz alá, egyszer-kétszer, utána kiköpi. A padúc horgászat egyik legnépszerűbb csalia a kenyérrózsa. A
vadúc tulajdonképpen a csonti mellett, sőt, talán még a csonti előtt a legjobban ezt teszi fel. Azért tartom nélon zacskóba, mert így tovább megtartja a kenyér a puha állagát, mert ha kicsit szárazabb, akkor hamarabb leoldódik. Mondjuk így is többet kell vele csalizni, mint a csontival, általában egy-két úsztatást bír el. Belehúzzuk a horgót, és egy mozdulattal rácsipentjük. Most a felső része az egy ilyen lazán megkérik a kenyérnek, nem látszik-e. Hát már is az előbbi iménti kenyér rózsára jött valami, de nem úgy viselkedik, mint egy padúc. Ugye megnézzük, mi ez. Jé, egy kis balint. Hát ez is fölvette a kenyeret, érdekes módon. Hát miután pedig ugye tudjuk a méretet, így hát ezt szabadon is engedjük. Néhány órás forgatás alatt még egy rekordistás dévér is beesett. A dömösi dunahalaiból szágba került gardák, balinok, domolykók, paducok, jászok jól illusztrálták. A hozzáértő, sportszerűen horgászók ritkán távoznak zsákmány nélkül.